Jó estét kívánok! Ez itt az Ikon, ahol művészekkel, érzékeny emberekkel beszélgetek kultúráról, az alkotás folyamatáról, vagy egyszerűen az életről. Mai első vendégem, bár versenytáncosnak is készült, végül a színház győzött. Játszott a Radnóti Színházban, a Nemzetiben, 6 éve a Thália Színház tagja, ettől az évtől nem csak színművészként, hanem művészeti vezetőként is. Sej Judit színművész. Szervusz! Te azt mondtad, hogy nem készültél igazából egy ilyen szerepre, nem vágytál erre, de talán most mégis jókor jött ez a lehetőség. Igen, úgy tűnik, hogy én nem készülök ezekre a dolgokra, és mindig így hozza az élet, mert ugye versenytáncosnak készültem, vagy tánctanárnak, vagy táncosnőnek, és nem az lett belőlem, tulajdonképpen művészeti vezetőnek sem készültem, de így elém sodorta az élet ezt a lehetőséget is. Igen, nem voltak bennem különösebben ilyen ambíciók, ilyen vezetői ambíciók. Nyilván azért a színház azzal. Maga az érdekel, tehát hogy annyi sokat gyűjtöttél tapasztalatot. A színház maga persze, csak ebből az aspektusából úgy nem gondoltam, hogy egyszer nekem majd a PR-ral, a marketinggel, a jegyértékesítéssel, a plakáttervezéssel és hasonló dolgokkal majd foglalkoznom kell. Tehát nem csak az évadtervet állítod Igen. össze, a bemutatókat, a színészeket, hogy ki mit játszon, hanem akkor ezeket is. Pontosan, úgy elég sok nagy lefedettsége van ennek a munkakörnek, de nagyon inspirál, és most már nagyon örülök, hogy én ebbe így belecsaptam, vagy elvállaltam, amikor felkelt a Gábor, a Kálomista Gábor. Persze, azért úgy lehetett látni, vagy érezni veled kapcsolatban, hogy úgy egy picit mindig úgy keresed a színészet mellett a lehetőségeket, nem? Egy kicsit erről szólt a Gellért Hegyi Egyen. Álmok című előadás is, amit nem csak játszottál, hanem rendeztél. Egyébként megint a tánc, tehát hogy ott táncolhattál is a színpadon. Igen, hát ott tulajdonképpen az volt az indítatása az egésznek, nem is az, hogy én rendezzek, az már csak egy következménye volt, tehát ott sem a rendezői ambíció volt előbb, hanem a táncolás ambíciója, hogy ugye én ezt 18 évesen abba hagytam tulajdonképpen ezt a sportos életmódot, és utána Hány nyilván... Hány évig táncoltál így aktívan? 11 év volt a versenytánc, előtte még volt balett alapok, meg lovaglás, meg szertorna, meg mindenféle volt. Szóval elég sportos életet éltünk gyerekkoromban. És mitől győzött a színház? Fölvettek. De nem volt egy ilyen pillanat, hogy na most akkor... Nem, nekem nagyon nem volt meg a pillanat, nekem olyan sokáig húzódott ez a pillanat, hogy tulajdonképpen amikor már elvégeztem, és már leszerződtem a Radnótihoz, és volt egy nyár a szerződés és az évadkezdés között, még akkor is úgy voltam vele, hogy tulajdonképpen ez még csak egy papír, ezt még el lehet tépni. És akkor azért elég sok mindenen túl voltam, mert 4 év volt ugye a főiskola, majd egyetem. Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen későn kapok észbe, hogy megtörténnek velem a dolgok, de hála Istennek azért úgy valaki a tenyerén hordoz, és jó dolgok történnek. Mert lehet, hogy ennyire fontos volt számod egyébként a tánc. Azt kiaknázták úgy valójában a rendezők, hogy neked van egy ilyen tudásod? Ezért szerettem volna tulajdonképpen egy olyan előadást csinálni, így született meg a Gellért Hegyi, amiben még én magam felmérem, hogy én már csak gondolatban tudok táncolni, vagy még alkalmas a testem is rá. Meg a úgy mindenem. És hála Istennek ez úgy... Azért tudsz. Azt hiszem, hogy kiderült, visszaigazolódott, hogy még ment, tehát még meg tudtam emelni a lábamat, még tudtam csinálni ilyen flikflakokat. Tehát ebben nagyon nagy segítségemre volt a partnerem Finta Gábor, aki csodálatos koreográfiákat csinált, és kihozta belőlem szerintem a maximumot, mert én azt hiszem, hogy magából is. Tehát ő is azt mondta, hogy ez az eddigi legkeményebb koreográfiája, amit ő neki bírni kell fizikummal. És akkor ezek szerint ezt nem gyakorlod ilyen heti szinten, hogy táncolás, vagy táncolni? Hát most már nem. Most
tavaly a nagy színpadról lekerült a Gellért-hegy, áprilisban volt az utolsó, majd meglátjuk, hogy a téli kertbe befér-e. Ha igen, akkor táncolunk, vagy lesz előadás, ha nem, akkor az volt az utolsó előadás, ami egy nagyon szép, telt házas, nagy sikerű előadásunk volt. Kicsit mesélj erről a téli kertről, hogy ez most készül a Táliának, lesz egy új játszóhelye. Igen. Egy új játszóhelye épül a Táliának, ez tulajdonképpen a mikroszkóp színpad. És azt gyakorlatilag héjára bontották, és egy egészen új, jellegős típusú tér lesz ott, egy közösségi teret szeretnénk létrehozni, ahol a kiállítástól kezdve a zenén keresztül, színházon át, vagy hát mondjuk az az alapja lesz az egésznek. Tehát egy olyan teret szeretnénk, egy kávézó, ahova nem csak beesik hétre az ember, vagy 7:30-ra, mert egy kicsit csúsztatjuk a kezdését az előadásoknak, éppen azért, hogy még legyen idejük az embereknek egy kicsit ott rápihenni az előadásra, vagy egy kicsit még beszélgetni előtte, vagy csak zenét hallgatni, vagy inni egy jó kávét, vagy enni valami kis croissant, vagy bármit. És annak egy kicsit más lesz a profilja, mert ugye a Táliában alapvetően vidám bohózatokat, végjátékokat, szórakoztató előadásokat látom. Igen, persze, itt már az a szándék, tehát hogy ide 160 ember fér be, tehát itt már olyan előadásokat is lehet majd esténként játszani, amit a nagy színpad nem bírna el, mert egy kicsit már mélyebb dolgokról szól, emberi oldaláról megmutatni, tehát kicsit kísérletibb jellegű, vagy olyan rendező, akinek olyan a stílusa, vagy a munkája olyanok, ami inkább a stúdió, a kamaraszínház, a kisebb teret tudja inkább megtölteni, vagy oda illik be. De egyébként ezt a fő irányt, ami a nagy színpadnak az iránya, ezt szeretnéd megtartani? Tehát, hogy művészeti vezetőként is azt gondolod, hogy az a jó, hogyha ott a nagy színpadon ilyen előadások születnek? Hát természetesen, szóval valamit én már kaptam, ami működött. Tehát azon azért, mert én lettem ott, nem kell feltétlen változtatni mindenen, mert most egy másik ember kerül oda. Tehát nem, azt természetesen megtartjuk. Hát ott nagyon nagy felelősség, hogy milyen darabokat választunk, hogy ne az egyre olcsóbb fele menjünk, hanem tartani a színvonalat és egy minőségi bulvár színházat ott működtetni. De mindenképp megmarad a profilja, hogy ott a szórakoztató vígjátékok, bohózatok, klasszikus vígjátékok kerüljenek terítékre. Te sok mindent játszottál, tehát így a színészi pályafutásod során Csehovot, Shakespeare-t, klasszikusokat, moderneket. Nincs hiányérzeted, hogy egy kicsit ezekből is játszanál újra? De természetesen van. Amikor ott voltam, akkor az volt a hiányérzetem, hogy de jó lenne már valami vígjátékot játszani, amikor úgy nagyon besűrűsödtem a Füstmilánba, meg a Shakespeare-ekbe. Tehát, hogy akkor úgy jól esett, meg Móricz, meg voltak még hasonló. Akkor az volt a vágya az embernek, hogy egy kicsit úgy elpihenjen, ellazuljon. Most meg már ugye eltelt 6 év, és akkor most úgy vágyunk rá, nem csak én, mert kollégáim is. De most itt lesz a lehetőség, hiszen például a téli kertnek az első bemutatója, az Hauptmann Rosenberg című darabja, a Tarnóczy Jakab rendezi, és hát az nem egy könnyű fajú előadás, de mindesetre a Jakabot ismerve, mert együtt dolgoztunk most a Színművészeti Egyetemen, ott játszottam a vizsga előadásában, innen az ismerettség, a Kleist Rothenstein családjában, ami szintén nem egy bohózat, de hát Isten ilyen előhozta a humorát az egész színdarabnak, és egy nagyon nagy sikerű előadás lett belőle. Még ilyen? Re is volt időd, vagy van hát időd? Ez valami isteni sugallat, hogy én ezt elvállaltam, mert így megismertem a Jakabot, és akkor tulajdonképpen ő az első rendezőnk, meg játszottam egy olyan szerepet, amit már régen nem, vagy meg egy olyan közegben voltam, például visszamenni az egyetemre, és ott játszani, hát biztos az agyukra mentem az első heteket, mert folyamatosan tátottam a számot, hogy mondom, ez is itt volt, és ez sem változott sem, és lehet, hogy ezt a kapátot még én akasztottam föl, tehát hogy ilyeneket csináltam, meg hát valahova felrajzoltam egy kettes most, és majd egyszer 20 év múlva visszamegyek, és megnézem, hogy az a kréta kettes az ott van a falon, amit most hagytam ott. De szóval, hogy
nagyon, nagyon jól jött, hogy egy picit kiléptem abból a zónából, amiben már benne vagyok egy jó ideje, és akkor új lehetőségek nyíltak meg, és milyen jó, mert az egyikből adódik a másik. Hát akkor még nem gondoltam, hogy egyszer vagy én, mint művészeti vezető hívom a Jakabot, és hát gyakorlatilag 5 hónap telt el a kettő között. Ilyen döntésekben egyébként te ösztönös vagy? Nagyon. Nagyon? Nagyon. Igen, igen. Mert dönthet, tehát hogyha a realitást nézem ebben a döntésben, vagy ha reálisan mérlegelem, akkor már előtte 3 darabot bepróbáltam januárra. Tehát én nekem úgy az bőven elég egy évadra, és úgy voltam vele, hogy akkor nekem most ennyi volt ez az évad, és most jön a pihenés. És akkor hívott a Jakab, és tudtam, hogy ez egy rendes színházi előadás lesz, az 6-7 próba legalább, ráadásul egyetemen, ahol éjjeli próbák is vannak, az mondjuk legalább annyiban jó, hogy én ugyan fáradt leszek, de legalább nem a gyerekektől veszem el az időt, mert akkor ők már alszanak. Tehát, hogy a reálisan mérlegeltem volna, akkor természetesen azt mondom, hogy nem. De valami felhívott a Jakab a telefonba, hogy beszélt pár mondatot, és ma úgy akkor nagyon fölkeltette az érdeklődésemet, és aztán volt egy személyes találkozónk, amikor megláttam is, hogy ki ő, és akkor úgy az meg még hozzátett ahhoz, hogy szerintem ez jó lesz, vagy mégiscsak elvállalom. És hát a próbaidőszak és a végeredmény az még teljesen visszaigazolta, hogy ez jól működött most ez az ösztön megint. Azért nem lehet könnyű megszervezni a te életedet se így, hogy kisgyerekeid vannak, mert ugye még iskolás. Kisgyerek is, nagygyerek is, mindenféle igen. Gyerek van. Ugye van 24 éves a Lackó, vele már máshogy kell foglalkozni, de ugyanúgy kell. Más egy kis kamasz fiú, a Boldizsár, aki 11 éves, és Borika, aki most kezdte az iskolát. Tehát mindenkinek megvan a maga baja. Tudjuk, de neked ez elég lenne főállásként. Igen, pont tegnap találkoztam egy ismerősömmel, aki azt mondta, hogy akinek 3 gyereke van, arra már bármilyen pozíciót rá lehet bízni, művészeti vezetést, vállalatvezetést, mindent, mert annyira a logisztikát, a pszichológiát annyira átlátja az egészet, hogy ilyen nőkre érted, hogy egy nőnek, hogyha már ennyi gyerekkel, meg egyáltalán, hogyha ebben már tapasztalt, akkor biztos, hogy egy színházat is tud művészeti vezetni. Mert már idegileg is bírja, mert hát itt azért néha kilógnak az idegek, de azokat visszadugdossuk. Viszont egyébként az egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány női színházvezető van. Most igazgatóra, művészeti igen. Vezetőre értem. Szóval, hát, hogy elindult valami folyamat. Az úgy kezdődik, hogy még egy kezünkön lehet megszámolni. Úgy érted, hogy elindult, hát, hogy ez nem egy tudom, jó? Nem fett. Tehát én nem hiszem, hogy ebben úgy arra kellene törekedni, hogy minél több női vezető vagy színházvezető legyen, hanem inkább azokat kell megtalálni, most mindegy, hogy férfi vagy nő, aki alkalmas rá. De lehet, hogy azért a nők behoznak egy másfajta aspektust, egy másfajta nézőpontot. Mindenképpen, minden területen tudnak a nők másfajta aspektust a férfi lefedettségben. Tehát, hogy nyilván érzékenyebbek, lojálisabbak, nem tudom. Tehát biztos, hogy más egy női vezető, meg egy férfi. Te mennyire érzed azt, hogy annak a felelőssége a te vállalodon van, hogy mondjuk a kollégáid most a saját életükben milyen szerepeket fognak eljátszani, milyen feladatok jutnak el hozzá, szóval, hogy ezzel ilyen szintig kell foglalkozni? Hát persze, mivel most majd rám hárul, meg nem csak rám, hát vannak természetesen kollégáim, a Hanvai Kornél dramaturg, Varga Zsófia dramaturg, és a rendezők, akiket tulajdonképpen mi hívunk, de hát azért az ő döntése is, hogy ki játszon a társulaton belül, kiket válogat be. Tehát azért ez egy felelős történet, vagy döntés, hogy kinek milyen szerepeket adunk. De nyilván hát ez a színháznál is úgy van, hogy van, amikor egyik évben az ember kap egy főszerepet, vagy ne agyisten kettőt, vagy agyisten kettőt, és aztán utána 2 évig csak kisebbet játszik. Tehát, hogy azért ezt is el kell fogadni a színészeknek, hogy nem lehet mindig mindenkinek csak főszerepet játszani, de ez úgy kiszokott alakulni, meg mi sem, tehát még megint mondom, hogy nem nulláról indítok.
tehát nem színházat alapítok, hanem már egy bekapcsolódom egy színházba. És nyilván akkor ezt a vonalat szeretnéd folytatni. Egyébként nálatok otthon esik színházról szó? Ez most csak az jutott eszembe, mert én ismerek olyan színészházas párt, ahol ez tabu, tehát hogy otthon színház szóba se kerülhet, de olyat is, ahol napi csak ez van. Beszédtéma. Nálunk nem tabu, mert a végleteket én nem szeretem. Tehát tabunak nem nevezném, tehát nyilván esik szó színházról, de úgy igazából nem. Nem hurcolászunk be a gyerekeket a színházba, nem sokat láttak még minket, csak olyan szerepben, ami valóban nekik szól, csak azért bevinni, mert apukát színész vagy anyukát, tehát mi ezeket nem is nagyon mondogattuk neki. Tehát egy eklatáns példája az, hogy a 24 fia mondjuk két év, vagy amikor elvégezte a gimnáziumot, leérettségizett, és már nem volt iskolába délelőtt, és hívogatott engem 11-kor. Azt mondom, hol vagy? Hát mondom, a színházban. Ja, jó. Másnap is hívott 11. Azt mondom, hol vagy? Hát mondom, a színházban próbálok. Azt mondom, miért te ilyenkor próbálsz? Hát, szóval úgy nem téma ennyire ez, hogy ennyire kimaradt én... ő ebből? Hát, mert úgy nem volt téma, hogy akkor most ő iskolában van, akkor én majd anya dolgozik, meg próbálok, meg hazaesek a próbáról, és akkor én ott még ott annak a, nem tudom, hangulatában tartózkodom, és nem. Tehát szóval ilyen nincs. Nem, főpróba... nem vagy ilyen művésznős? Nem. Meg főpróba héten sincs az. Ugyanaz történik nálunk főpróba héten, mint amikor nem próbálunk. Lehet, hogy egy kicsit hamarabb kell elmenni, vagy nem tudom, de nincsen az, hogy kivesszük azt a hetet a gyerekektől, és akkor mi majd csak egy dologra koncentrálunk. Az nekünk nem fér bele, vagy nekem nem fér bele. Ezt nem tudom. És az, hogy ti a férjeddel két külön színházban játszottok, nyilván az is egy döntés volt, nem? Hogy... Döntés nem volt. Voltunk mi egy színházban is, most a Nemzetiben. Tulajdonképpen most ilyen 12 éve vagyunk külön színháznál. Azt hiszem, ő azóta van a Centrálban 10-12 éve. És pont most beszéltünk valamelyik nap arról, hogy ez milyen jó, hogy külön színháznál vagyunk. Ez így jobban működik, mint hogyha egy színháznál lennénk. Hát így meg aztán különösen, hogy most én lennék az ő főnöke, hát az nem. De nem vágytok arra, hogy együtt játszom? Mert egyébként azt hiszem, hogy valahogy úgy ismerkedtetek meg, hogy együtt igen, együtt játszottunk, de... Igen, ő már többször előhozakodott ezzel, meg már tavaly nagyon közel is kerültünk egy ilyen lehetőséghez, de én hárítottam inkább mindig, mert az egy olyan intim szféra, hogy én azt nem akarom mutogatni. Uh-huh. De ami azért kettőnk között van. Uh-huh. Aztán hogyha egy olyan jelenet, amiben nem tudom, én ő a bolti eladó, és én veszek 2 kiló kenyeret, vagy nem tudom, tehát most hülyeséget mondok, tehát hogy amiben, de még ott sem, szóval nem tudom, nekem ő más, ő engem máshogy ismer, én úgy érzem, vagy más arcomat, és én nem akarok, tehát vele szemben nincsen ilyen fetettségem, vagy védelmem. Másokkal szemben meg van, mert ő az idegen nem tudja, hogy én ezt honnan szedem elő, hogy azt most, ő meg tudja. És akkor, akkor már nincs az a védettség, ami nekem fontos, meg hát minden színésznek megvan az a védettség, hogy lekapcsolják a villanyt, és akkor az az ő dolga, hogy mit honnan szed elő, az lényeg, hogy előszedjen, meg az ott legyen, meg igaz legyen, vagy akármilyen legyen, de én úgy érzem, hogy vele szemben nincs meg ez a védettségem, és ezért nem akarom kitenni magam egy ilyen védtelen helyzetnek. De megnézitek egymást? Hogyne, persze. És kritikusak is vagytok olykor? Hát, ha nem vagyok kritikus, akkor addig macerál engem egy premier után, amíg csak kihúzza belőlem az igazságot. És akkor, de már a múltkor mondta, hogy most volt a Büszkeség és balítélet premierje, és akkor mondtam, hogy akkor utána még mennünk kellene egy születésnapra. Azt mondja, nagyon jó lesz, mert Attikra már úgyis elveszed a kedvem az egészet, és egy jó hangulatban fogunk menni a születésnapra. De nem vettem el a kedvét, mert nagyon jó előadás volt, meg ő maga nagyon jól játszott. Nagyon sok szerepet játszik abban, láttam én is. Igen. Ez roppant nehéz egyébként egy színésznek, hogy egyik szerepből beugrani a másikba, vagy karakterből. Nem? Hát az, hogy ugrálni, az egy dolog, az egy kvázi technikai kérdés, meg egy idő után az már beül, az ugyanolyan, mint egyik jelenetből átmenni egy másikba. Oké, hogy az egyikben lány, a másikban fiú, vagy nem tudom. De maga a karakterek megformálása, mint olyan. Tehát van olyan színész, aki nem
szeret igazából ilyen karakterek bőrébe bújni. Például, tehát így, hogy egy előadáson belül, vagy egy darabon belül 86 karaktert eljátszani. Van, akinek meg ez a lételeme, tehát aki ebben fürdőzik. Én az előbbiekhez tartozom, így meg akarnád kérdezni. Tehát, hogy te nem szereted, hogy... Nem, én szeretem a karakter szerepeket, de nem az, hogy így váltogatni két percenként, hanem akkor azt az előadást, ahogy, mint például volt a Kripli annak idején, ahol egy 80 éves öreg asszonyt játszottam. Tehát egy ilyen felkérésre nemet mondanál, hogyha most jönne egy ilyen, hogy... Nem feltétlen módon, tehát nem mondom azt, hogy nem csinálnám meg, de valahogy hozzám közelebb áll, hogyha egy karaktert kell alakítani egy este. Én most azt látom rajtad, hogy te úgy nagyon egyben vagy. Hát, így is érzed magad? Hát igen, fáradnak vagy, sokat dolgozom, meg nem tudom, de hát nem tudom, én mindig próbálok visszalendülni az egyensúlyomba. Nincs is szerintem nagyon olyan, hogy kirendülsz, nem? De hát ki tudok lendülni, csak nem szeretek ott maradni. Tehát ezért nem vagyok haragtartó. Tehát ellenségeimnek a nyakába ugrom másnap, mert mondjuk nem azért, mert nem vagyok haragtartó, hanem hamar felejtek is, de tehát, hogy azért tudok a nyakába ugrani, de egyébként meg nem szeretek ilyen érzelmi viharokban ott tartózkodni hosszan, mert az zilál, meg fölösleges, vagy nem tudom. Szerintem ez egy jó hozzáállás az élethez. Nagyon szépen köszönöm, Judit, hogy itt voltál és beszélgettünk.